Rendhagyó kihelyezett vezetőségi ülés volt a Margaréta bölcsödében május 25-én. Dombi Imréné polgármester kezdeményezésére a tavalyi évtől minden pénteken összeülnek a városunkban működő intézmények vezetői, azzal a céllal, hogy megtárgyalják az aktuális eseményeket, valamint hogy a problémáikra közösen találjanak megoldást. Most azonban nem a polgármesteri irodában, hanem Pap Lászlóné az Egyesített Óvodai Intézmény vezetőjének kérésére a felújított bölcsödében tartották meg az értekezletet. Az elmúlt héten pénteken intézményvezető asszony felajánlotta ezt a lehetőséget, hogy itt a bölcsődében tartsuk meg a szokásos értekezletünket, és ezért jöttünk el ide. Természetesen ez egy nagyon fontos látogatás is egyben, hiszen most újult meg a bölcsőde. Az elmúlt évben egy csőtörés történt itt a bölcsődében, ami nagyon megrongálta a falakat, és magát a bölcsődének a szerkezetét is, és össze kellett, hogy fogjon az önkormányzat, illetve a bölcsőde, az óvoda, hogy helyre tudjuk állítani, mert balesetveszélyessé és életveszélyessé váltak ezek a dolgok, amik itt történtek az intézményben. A vezetőségi ülés a megszokott módon zajlott, minden intézményvezető elmondta az előző heti eseményeket és a terveiket, majd az ünnepség következett. A különleges átadó ünnepélyen az intézményvezető különböző ajándékokkal lepték meg a bölcsőde vezetőjét, aminek a kicsik nagyon örültek. Gyere, Maci, kukucskáj be a táskába. Mi van benne? Mi van benne? Nézd már bele, Maci. Mi van benne? Kukucs. Nézd csak. Ó, de tömörült. A bölcsőde épületét 1987-ben adták át, azóta jelentős felújítás nem történt, most azonban egy váratlan csőtörés miatt elengedhetetlen volt a rekonstrukció. Mivel mindenképpen le kellett bontani a megsüllyedt falakat, az újjáépítésnél figyelembe vették a minél jobb térkihasználást, és a lehető legbarátságosabb környezetet kívánták biztosítani a 3 évnél fiatalabb gyerekek számára. Az az igazság, hogy itt közfalak voltak, egészen végig volt a beépültér, és ott is közfal volt, és beépített szekrényen is, ilyen 2 tónyi repedések voltak már a falon, úgyhogy lebontottuk az egész rendszert, mert nem voltak főfalak, és teljesen fölvertük az összes ajzatbetont, a újra vízvezeték szereltünk és szennyvíz szereltünk, utána ajzatbetonoztunk, és utána burkoltunk újra, és itt a terek is ugye nyilván teljesen másképp alakultak. A fürdőszobát is teljes egészében átszerelvényeztük, újra csempésztük, és hát azt gondolom, hogy így már sokkal méltóbb környezetben tudjuk fogadni a kicsiket. A munkálatok során tehát törekedtek arra, hogy ne csak megújult, hanem szép is legyen a környezet, ami mostantól várja majd a piciket és az itt dolgozókat. A felújítást végző karbantartók pedig igyekeztek legjobb tudásukat beleadni a munkákba. A munkálatokat a karbantartóink csinálták, ők is minden szakértelmüket bevetették ahhoz, hogy úgy legyen kész ez az épület, ahogy a kisgyermekek igényeinek legjobban megfelel. Addig az óvoda üres csoportszobáját kaptuk kölcsön, tehát nem kellett a gyerekeknek szünetelni sem, teljesen zavartalanul ugyanúgy tudtak jönni bölcsödébe azokon a napokon is, amikor a nagy felújítási munkák zajlottak. A felújítás során csupán az anyagköltségre kellett előteremteni a szükséges összeget, mivel munkadíjat külön nem kellett fizetni, a megújulás összesen 1 millió 700 ezer forintjába került az intézménynek, ebben a bölcsőde alapítványa is segítséget nyújtott. Ez a bölcsőde most úgy mindenestől újul egy kicsit. Szakmailag is megújult, elkészült az új bölcsődei programjuk, ami kiegészült a művészeti nevelés elemeivel, amik a pici gyerekekre is hathatnak. Megújult egy kicsikét a közösség is, tehát új dolgozók vannak. Ugye néhány évvel ezelőtt került bővítésre sor, amikor az egy csoportos bölcsődéből 2 csoportos lett a bölcsődénk. Én úgy gondolom, hogy ez elsősorban a gyerekek számára lesz jó, mert hisz a környezet is nevelő hatással bír, és hogyha ilyen szép környezetbe tölthetik a mindennapjaikat, akkor az hat az ő ízlésviláguk fejlődésére, meg egyáltalán a komfortérzetük is úgy gondolom, hogy jobb ezáltal. Gyere!
Az új burkolattal ellátott teraszon könnyen megy a motorozás, az esztétikus környezetben pedig nem csak a gyerekek, hanem a gondozó nők is gyönyörködnek, hiszen így jobb hangulatban telnek a hétköznapok. Minden napjainkat megkönnyíti ez a felújítási munkálatok, és hát esztétikus lett a környezetünk ezzel, és a gyerekek a mindennapjaikat így derűsen, vidáman töltik játékokkal egybe, és nagyon szépen köszönjük ezt a sok segítséget az intézménynek, és mindenki, aki segített a munkánkat. Míg az átépítés zajlott, addig a gyerekek az óvodában egy csoportszobában voltak. A munkálatokat nagy kíváncsisággal figyelték az apróságok, majd amikor a hónapokig tartó felújítás után visszatérhettek, a csillogó szemek mindent elárultak, mondja Dúró Zoltánné. Húsvét után tudtunk visszaköltözni ide a bölcsödébe, már nagyon várták, ahogy mentünk el az ablak előtt, kukucskáltak be, és akkor, mikor bontottak, akkor egy kicsit szomorú volt az arcuk, és amikor látták, hogy a szép csempe fönt van a falon, vagy bármi pici, apró kis változást észleltek, akkor látni kellett volna az arcukat, hogy jaj, de szép, és rácsodálkoztak arra, hogy milyen gyönyörű környezetbe fognak visszakerülni. 23 gyermek jár ide, 24 férőhelyes a bölcsőde, a 24. gyerek beszokatása jövő héten fog megkezdődni. Biztos, hogy minőségi javulás lesz ez. A város igénye is volt már, hogy felújítsuk ezt az épületet. Nagyon szívesen hozták a régi épületbe is, hiszen a dolgozók kedvessége és odaadása próbálta takarni a hiányosságokat, de úgy hiszem, hogy a bölcsöde iránti igényt ez biztos, hogy fogja fokozni ez a felújítás. A rövid ünnepség után az intézményvezetők is megnézték a megújult belső tereket. Nagy jelentősége van tehát a bölcsi felújításának, hiszen így most már a 21. századnak megfelelő körülmények között gondozhatják az apróságokat. Ez hozzájárul a gyerekek egészséges személyiség fejlődéséhez, valamint a szép és a jó szeretetét, igényét is megtanulhatják.